Először még csak kívülről szemlélte medencéjét a jegesmedve, a vízbe dobott ebéd azonban már csobbanásra késztette. 4 méter mélyen úszkálhat, ha kedve tartja, de számára komfortosan szárazföldi területét is hidegen tartják. Ez csak egyik különlegessége a Nyíregyházi Állatpark legújabb attrakciójának, a jégvilágnak. A valósághű mamutok és mamut csontvázak a 10 000 évvel ezelőtti jégkorszakot idézik fel, a mini tenger alatt járóba ülve pedig VR szemüveg segítségével egy jeges tenger legmélyebb pontjai is megcsodálhatóak. A jégvilág pénteken nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. Ez egy különleges attrakció, Magyarország legnagyobb vidéki állatkerti beruházása. 2015-ben kezdődött a munka, amikor miniszterelnök úr, polgármester úrral kötött egy megállapodást a Modern Városok programjában, és úgy gondolták, hogy érdemes a Nyíregyházi Állatparkba befektetni. És hát remélem, hogy tényleg így van. Gyakorlatilag ez egy Európában egyedülálló beruházás, egy jégpalotával indul, és mögötte egy 2 hektáros szabad kifutókból álló terület, ami csak a sarkvidéken, a hideg égővökön élő állatokat mutatja be, de nagyon attraktív, különleges módon. Ez pedig nem csak méretei miatt van így, a jégvilág ugyanis Magyarországon még nem látott ritka sarki állatfajoknak ad teret. Aki eljön hozzánk ide a 35 hektáros területünkre, kontinensenkénti felosztásban láthatja az állatvilágot, és most már az Arktisz és az Antarktisz élővilágát is meg tudják tekinteni az ide érkező vendégek. Parkunkban több mint 500 faj van, ebből több mint 120 olyan bemutatott állatcsoportot mutatunk be, akik végveszélyben vannak a természetben, és ebben a területen, ezen a területen is most már ez az állomány erősödött, hiszen most már királypingvin, sziklaugró pingvin, humboldtpingvin és jegesmedvék is láthatóak, ezek közül mindegyik végveszélyben van a természetben. Kovács Ferenc nyíregyháza polgármestere hangsúlyozta, a jégvilág egy igazi összefogás eredménye, amely jelentősen növelheti a vármegye székhelyre látogató turisták számát. Elértünk oda, hogy örömmel és büszkén tekinthetünk arra, hogy érdemes volt ez a sok befektetett munka, bár nem akarok semmit elkiabálni, mert igazgató is említette a beruházás nagyságát, de most a megtérülési időszak kezdődik holnaptól, ma még ünnepelünk, és én azt kívánom, hogy nagyon sok vendége és új vendége legyen az állatkertnek, és ebből nagyon-nagyon sok visszatérő vendég is legyen, mind Magyarországról, mind külföldön. A Nyíregyházi Állatpark az innovációban és az állatjóléti törekvésekben is a legjobbak között van Európában, így a kormány nem csupán idegenforgalmi szempontok miatt támogatta az attrakció megépítését. Nem csak Nyíregyházának fontos, nem csak az országnak, hanem Közép-Európának is fontos tényleg az, hogy ilyen attrakciók legyenek egy ilyen állatparkban, mint a jégvilág. Amikor megálmodták 8 évvel ezelőtt ezt a projektet, akkor is lehetett már tudni azt, hogy egyedülálló projektről van szó, ami nagyon sok turistát fog ide vonzani Nyíregyházára. Már így is büszkék lehetünk, hiszen 500 000-nél is több a látogatók száma, de azt várjuk ettől a fejlesztéstől, hogy még több 100 000 ember jöjjön el ide a Nyíregyházi Állatparkba. Az európai szinten is egyedi állatkerti attrakció építése 3 évig tartott abban a Nyíregyházi Állatparkban, amelyet az elmúlt évtizedben 3-szor minősítettek a kontinens legjobb állatkertjének, a 250 és 500 000 látogatószám közötti kategóriában.